és nem sokára eléri a fokot. A temerini Mosó Péter kertjében birsalma terem. A gyümölcsöt nem tudja értékesíteni, ezért inkább pálinkát főz belőle. Péter bácsi több mint 3 évtizede tartja magát ehhez a döntéséhez. Idén 3 hordó cefrét készített. Meg vagyok nagyon jó elégedve, elég jó füzet is. Hát harmadéve is volt, 40 litert főztem ki, így 3 hordóból. Péter bácsi a Kohanec családnál főzeti ki pálinkáját. Kohanecék 15 éve foglalkoznak pálinka főzéssel a délbácskai településen. Kezdetben még 2 lépcsős technológiával dolgoztak, mostanra azonban teljesen áttértek az 1 lépcsős pálinka főzésre. Naponta akár 200 liternél is több pálinkát tudnak előállítani. Sárga baracka az sok volt, az nagyon sok termet, csak ez a forró meleg, ez nem volt sem minőség, sem mennyiség. Ringlóból is kevés volt, szilvából is, az alma most kiesett. Erre volt termés, de kiszállították, magas volt az ára, nem felelt meg soknak, meg nehéz is beszerezni. A barack tehát idén hiába termett sokat. 100 kilóból mindössze 8-9 liter pálinkát lehetett kifőzni, és a cukorfok is alacsony volt. A birsalmával más volt a helyzet. A birsalmánk nagyon szépen van, most is azt főzzük a birsalmát, meg jó is füzet. Ennyit még soha nem főztünk ki birsalmát, mint az idén. Meg ennyi pálinkát nem adott mondjuk egy adott mennyiség, mint az 100 kiló, még ennyit nem adott, mint most. 10-11 litert kapunk a 100 kilóból. Azelőtt kaptunk 6-7-et, akkor örültünk. A Kohanec család elmondása szerint idén inkább azok készítettek náluk pálinkát, akik a gyümölcsöt felvásárolták. Azoknak, akik a kertjeikben termett gyümölcsből készítik a párlatot, sajnos sok esetben kellett szembesülniük az időjárás okozta veszteségekkel.